A tápjúsz ecsőjéknek, akik ott volt a polgármester úr vezetésével, én azt mondtam, hogy az idén majd tápjúsz ecsőn is fogunk hasonló ünnepi rendezvényt tartani. Örömmel mondhatom, és először jelentem be hivatalosan, hogy az idei évben tápjúsz ecső táblától Magdolna telepet vasúti átjáróig a 31-es felújítása meg fog történni, közel szintén 1 milliárd forintos beruházás keretében. A tápjósz ecső teljes belterületét és Magdolna telep teljes belterületét fogja érinteni, és én már dolgozok a folytatáson, tehát hogy Sűsáv Mendeirányában is tudjuk érni a mendei csatlakozópontot, és tényleg ez a rész egy jó állapotba kerüljön. És volt egy karácsony ajándékom is, nem tudom, hogy mennyire tudják. December végén szintén kormánydöntés született arról, hogy miután a költségvetés elég jól állt, néhány önkormányzati beruházás támogatásra került, és tápjósz ecső 75 millió forintot kap belterületi utak felújítására. És persze tudom azt, hogy még nagyon sokat ennivaló, meg érzem is a súlyát a feladatoknak, és dolgozunk rajta, hogy Bölcsöde, meg egyéb, a műfüves focipálya, meg nem is tudom így fejből, hogy mennyi minden, mondom, a lista az nagyon teljes, és itt ránézek a tápjúsági, meg a nagykátaiakra. Nyilván, ha oda megyek, ott is fogok hasonló jókat mondani, hiszen itt az elnök úrral dolgozunk azon, hogy az a Pest megye kompenzációja 80 milliárd forintról van szó, ez észszerű módon is minél gyorsabban felhasználásra kerüljön, ez a térségnek is nagy lehetőséget ad. De visszatérve a mai estéhez, illetve a mai témánkhoz, én még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget és jó szórakozást, tartalmas együttlétet kívánok valamennyiüknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az államtitkár úrnak és polgármester úrnak ünnepi gondolatait, és azt a sok jó hírt, ami a jövőre vonatkozik. Most pedig megkérem a születendő új intézmény új vezetőjét, Koncz Katalint, hogy mutatkozzon be önöknek. Kati, gyere be, hol vagy? Gyere! Innen várom, hogy majd a színpad mögül előjön, hát ott bújtál, lent a nézőtéren. Átadom a szót. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, államtitkár urat, meghívott vendégeinket, minden szecsőit, illetve minden kedves érdeklődőt, aki a mai napon eljött. Ez a mai nap kettős ünnep is, ahogy már előttem ugye mindenki elmondta, a Magyar Kultúra Napja mellett a Kóskároly Művelődési Központ és Könyvtár névadóját is ünnepeljük a mai napon. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ez gyakorlatilag egy régi új intézmény, a régi intézménynek minden jó tulajdonságát megőrizve, illetve újabb szolgáltatásokat és tanfolyamokat indítva szeretnénk a térség, illetve tápjósz ecsőnek egy kulturális központjává tenni az intézményünket. Ehhez szeretnénk az önök segítségét kérni, hiszen az előtérben, amikor bejöttek, mindenki találkozott a kérdőívünkkel, ami néhány kérdéssel szeretnénk, hogyha hozzájárulnának az intézmény további sikeres működéséhez. Ha kitöltik ezt a kérdőívet, akkor a szünet után a műsor második részében majd értékes ajándékcsomagokat fogunk önök között kisorsolni. Ki is az a Kós Károly igazából? Tehát nagyon sokféle választ lehet erre adni. Festő, építész, grafikus, művészettörténész, néprajztudós, könyvkiadó vállalat igazgatója, folyóirat szerkesztő, politikus, országgyűlési képviselő, erdélyi polgár volt, egy igazi polihisztor. Ő maga azt az önjellemzést adta, magam választotta tanult mesterségem. Építészmérnök vagyok, de Isten kegyelméből valamennyire író is. A magam akaratából immár 30 éve falusi földműves is, és a sorsparancsából elejétől fogva máig pusztán munkából élő erdélyi és magyar. Ez a csupán látszólagosan sokféle foglalkozásom, azonban a valóságban legfeljebb az adókivető bizottságot hozta komolyan zavarba, de bennem soha nem ütközött össze
a technikus a művésszel, az író a földművessel, a szellemi munkás a testi munkással, és soha egyetlen pillanatig sem kívántam más lenni, mint dolgozó tagja a magyarságnak. Kós Károly egy 4 gyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. Pontosan 1 évvel Kodály Zoltán után. Ez a véletlen egybeeső születésnap, mintha sorsszerűen meghatározta volna Kós pályáját. Az építészetben követte a Bartóki Kodályi, csak tiszta forrásból jászolt. Középiskola tanulmányait Kolozsváron, az Erdélyi Kultúra fővárosában, a nevezetes református kollégiumban végezte. Itt egész életre szóló szellemi útravalót kapott. Itt tanulta meg, hogy a különböző nemzetiségű emberek hogyan, miként tudnak együtt, de mégis egy közös tudatban, kolozsvári tudatban együtt élni. Itt tudta meg, hogy a hely szelleme, a szülőföld szeretete képes összefűzni a más-más nyelvű és más gondolatvilágú embereket. Középiskolai évei után a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki karára jelentkezett, majd 2 év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol később sikeresen le is diplomázott. Életpályájának egyik kutatója Kóst toronyépítőnek nevezte, mivel arra utalt, hogy építményeit jellegzetessé teszik a tornyok, minden tornyocskák. Ez szinte minden épületén megfigyelhető. Ezek feltűnnek a nevével kapcsolatban, a Vekerle telepen épp úgy, mint a saját keze munkája által megvalósult középületeken, templomokon és saját házán is. De honnan is jönnek ezek a tornyok? Kós Károly egyedi építőművészetének forrása nem más, mint szülőföldje, Erdély. A tornyok egyben szimbolikusak is egyébként. Egy magaslatról, egy tornyról körbe pillantva, egységesen láthatjuk környezetünket, a minket körülvevő dolgokat, és ami közelről olyan különbözőnek tűnik, az messzebbről, távolról, a magasból nézve mind-mind harmonikusan kiegészíti egymást. Diplomás építőművészként Kós társtervezőként közreműködött a budapesti állatkert bejáratánál, valamint az állatkert pavilonjainak a megtervezésében is. Országosan elismert építészként 1918-ban kinevezték az iparművészeti főiskola tanárává. Ez igazi elismerés, anyagi sikert és tekintélyt ígérő életpálya lehetett volna számára. De azonban Trianon után nyilvánvalóvá vált számára, hogy otthona, hazája csak is Erdély. Kós Károly biztonság várta volna ugyan Budapesten, de ő mégis inkább szülőföldje mellett döntött. Azt mondta, hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz rám, mint Budapesten. Ettől kezdve egészen haláláig Erdélyben élt, ott tervezett, ott dolgozott, ott tevékenykedett. Kós sajátos erdélyi öntudata, a hit és a tett azért, hogy a békében éljenek együtt az Erdély különböző nemzetiségei mind-mind végig kísérte. Kós Károly 5 társával létrehozta az Erdélyi Szép Műves céhet, mint irodalmi könyvkiadó vállalkozást, ami az egész magyar irodalom otthona lett Erdélyben. Ennek mindvégig ő maradt az igazgatója is. A cég 1925 és 1944 között több mint 166 művet adott ki. A szerző között már találhatjuk a 2 háború közötti időszak románai magyar irodalmának számos jelentős alakját, többek között Ápril Lajost, Bánfi Miklóst, Dzsida Jenőt, Székely Zoltán, Kemény Jánost, valamint a fiatalok közül Asztalos Istvánt és Vas Albertet is. Bánfi Miklóssal együtt ő szerkesztette az Erdélyi Helikon című híres és magas színvonalú folyóiratot, amely szervezte és egybefogta az erdélyi magyar írókat, költőket. Ennek szintén mindvégig ő volt a felelős szerkesztője is. Az Erdélyi Helikon a 2 világháború között a legfontosabb folyóirata lett Erdélynek. Kós munkatársa volt mindvégig, és a korszak csaknem minden számottevő írója és felkaroltja közvetlenül az indulás előtt feltűnt náluk. Így megtalálható náluk Dzsida Jenő, Karácsony Menő és Tamási Áron írásai is. A lap magas színvonalát a gazdag kézőművészeti, zenei, művészettörténeti
és néprajzi tanulmányanyag is biztosította. A kézművészeti munkák kiállítása, a fejlét, a tördelés, a reprodukciós anyagok kiválogatása mind-mind Kós Károly kezdenyomát és ízlését dicsérte. A szerkesztőség magyarországi szerzőket is bekapcsolt a munkába, elsősorban a Nyugat neveseit, Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt, de Eszékkel jelentkezett a lap hasábjain Németh László, valamint a fiatal József Attila versei és műfordítása is megjelentek benne. Kós hitte, hogy éppen a nehéz időkben kell szilárdan és őszintén őrizni a kulturális örökséget, és a megpróbáltatások között a szellemi javakba lehet egyedül kapaszkodni. Erről ő így vélekedett. Szükségünk van a művészetre, szükségünk a művészi munkára. És mert szükségünk van rá, meg kell teremtenünk. Az igazi művésznek, írónak, építő, képző és zeneművésznek mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények között a sors által rendeltetett kötelezettsége volt, van és lesz, hogy a maga népének, a szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagyományai szellemében és hűségesen szolgálja. Én nem is szeretnék ehhez továbbiat hozzáfűzni, így hát Kós Károly szavaival szeretném zárni mondandómat, és szeretném felkérni az államtitkár urat, illetve a polgármester urat, hogy avassák fel a Kós Károly Művelődési Központot és Könyvtárat. Köszönöm. Köszönjük szépen, és hát akkor ki is jelenthetjük, hogy ezennel megszülettünk. Ha pedig megszülettünk, akkor ki mások következhetnének itt a színpadon egy kis produkcióval, mint kisgyerekek. Hát a bébik ugye még nem tudnak előadni a síráson kívül túlzottan sokat, ezért hát következzenek az óvodások, ők nyitják meg a műsor sorozatot. A Tápióczecsői Pöttöm óvoda Árpád úti tagóvodájának Csiga-Biga csoportja következik. És mit gondolnak, mit adnak elő? Hát kutya dolgokat fognak előadni. És hogyha én stílusos szeretnék lenni, akkor csak annyit mondanék, hogy vau-vau. De én egy komoly felnőtt ember vagyok, úgyhogy nem mondok semmit, csak azt mondom, hogy nagy szeretettel fogadják a Pöttöm óvoda csoportját.
Mai jelálmomban hozzám szegődött egy kis kutya, emberi nyelven így szólott hozzám. Te leszel a kis gazdám, állom a kis szívból. Mert olyan szeretnék egy bozontos kis kutyám, hogyha nem lesz fajtista, az se baj. Sőt, még az se, hogyha tíz cipőt is összerám, és a szőre húzt is bohóz. Buzból engedezne a bűncája, oly vidám, csupa szív meg íz, ház az ő vigyét. Én őt mindenféle húzna, mert ha mértanám, szót fogadnám kis kutyám. Becsézem ás a tíz cipáta, a házi nyúl még igen sekel, a néma arany hagyja süppe főzve, a nári végül sem érdekel. Mert hogy rég szeretnék egy bozontos kis kutyát, hogyha nem lesz fal tiszta, az se baj, mert a jó kutyuska, mint halálig hű barát, őrzi, védi jó gazdiát. Hogyha nem lesz faj tiszta, az se baj, sőt, még az se, hogyha tíz cipőt is összeráll, és a szőrekót kis bohót. Buzból engedezne parkincája, oly vidám, csupa szív meg íz, ház az ő vitér. Én őt mindenféle kunsztra megtanítanám, szót fogadnám kis kutyám. Beszélsze más a tiszt, a házi gyúr még ingyen se kell, a néma arany van, a sütve főzve, a nári még úgy sem érdekel. Mert hogy épp szeretnék egy bozontos kis kutyát, hogyha nem lesz faj tiszta, az se vagy, mert a jó kutyuska, mint halálig hű barát, őrzi, védi jó gazdiát. Kérek egy kis kutyát! Köszönjük a picurok aranyos kis játékát, és hát az idő létrafokán lépjünk egyel följebb. Most egy kicsit nagyobb gyerekek következnek, a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztálya, és az iskola néptánc szakkörös diákjai. Azt kérték, hogy mondjam el ezt önöknek, hogy mint minden jeles ünnephez, időszakhoz, így a farsanghoz is tartoztak jó kívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezek a magyar nyelvterületen mindenütt megtalálhatók voltak. Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével próbálták biztosítani a következő esztendőre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát. A most következő műsorszámban ebből hallhatunk ízelítőt, Bartucz Hanna, Csányi Nagyfédra, Fodor Gyula, Gál Eszter és Ősz Marcell előadásában. Majd rögtön utána az elsősök adnak elő egy játékfűzést. A táncokat betanította Őszné Sima Anna tanárnő, aki azt kéri önöktől, hogy a köszöntőt és a dalok egymás utániságát ne zavarják meg tapssal, inkább majd a produkció végén tapsoljanak nagyon hangosan. Farsang, itt is adnak, amit adnak,
lesz nyugodalma, a farsangon egy cifra lakodalma. Én is, ha kell, megadom a vámot, éljen és viruljon e háznak minden népe, maradjon mindenki békességben.